A Szerencsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója a Szerencsi Rendelőintézet igazgató főorvosával és főnővérével együtt a kistérségi szakellátó központ folyosóira függesztették ki az első olyan figyelemfelhívó, rajzokkal illusztrált tájékoztatót, ami az orvosok és a közfeladatokat ellátó személyek védelmére hívja fel a figyelmet. A mai napon egy olyan jellegű eseményre jelentünk meg itt a Szerencsi Eszei intézményedben, ahol dr. Bobko Géza főorvos intézményvezető úrral kifüggesztettünk egy olyan bűnmegelőzési matricát, amelyet a Borsod-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság készített 3000 példányban, ami jelenleg a megyében, illetve az országban is úttörő kezdeményezésű, tehát első ízben nálunk keletkezett egy olyan grafikus által készített A4-es méretű plakát, amin illusztrálva vannak különböző bűncselekmények. Amiért szükség volt ennek a grafikus rajznak az elkészítése, ugye híradásokból tudjuk, hogy rengeteg olyan erőszakos cselekmény történik mind a betegápolók, mind az orvosok, illetve a közfeladatot ellátó személyek tekintetében, hogy valamilyen figyelemfelhívó eszköz kellett arra, hogy a lakosság figyelmét fölhívjuk az esetleges bűncselekmények elkövetésének megelőzése érdekében. Amit tudni kell még erről a plakátról, hogy ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy 3000 példányban készült, ez minden egészségügyi és központi intézményre a jövőben kihelyezésre fog kerülni. Statisztikai adatokról annyi, hogy Borsod-Zemplén megyében ez idáig, tehát ebben az évben összesen 36 esetben indult eljárás közfeladott ellátó személy elleni erőszak miatt, főként mentősök, betegápolók és egyesetről tudunk, mikor orvos ellen indult Borsod megyei rendőr, illetve a Borsod megyei intézményben ott egy apuka a hívás ellenére belépett a orvosi szobába, és ott torkon ragadva az ott szolgálatot teljesítő orvost a szekrénynek nyomta. Szerencsi rendőrkapitányság tekintetében ez idáig, tehát ebben az évben nem történt közfeladatot ellátó személy sérelmére erőszakos cselekmény. A matrica megalkotását nagyjaink azért tartották szükségesnek, ugye a vizuális kommunikáció a mai világban sokkal előnyösebb, mint akár egy-egy más rendezvény megtartása. Persze emellett a Szerencsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzése nagy elánt fordít arra, hogy fölhívjuk mind a betegek, mind az orvosok és betegápolók figyelmét a különböző veszélyekre. A Szerencsi Szántói Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben kiragasztott bűnmegelőzési kiadványokon a legjellemzőbb elkövetési módokat, illetve azok következményét rajzokkal illusztrálták a készítők, hangsúlyozva a cselekmények büntetésének a mértékét. Ez a fajta kommunikáció azokhoz az emberekhez is könnyen értelmezhető információkat juttat el, akik talán figyelmen kívül hagyják az írásos felszólítást, vagy olvasási nehézségeik vannak. A tervek között szerepel a matricák kihelyezése tömegközlekedési eszközökre, megállóhelyekre, valamint a várótermekbe, amely akciókkal talán csökkenthetők a közfeladatot ellátó személyek ellen elkövetett jogsértéseknek a száma.